Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Szentes Televízió nézőit. Önök a Szentes Annó Plusz adását láthatják. Mai adásunkban Kis Ferenc filmjei segítségével utazunk vissza a 70-es, 80-as évekbe. Az egykori Szentesi Amatőr Filmklub tagjai között igen termékenynek számító alkotó volt Kis Ferenc. Dokumentum jellegű alkotásaiban legtöbbször az egyszerű, dolgos emberek életét, jellegzetes pillanatait igyekezett bemutatni. Filmjei komoly szociológiai értékkel bírnak, kortörténeti jelentőségűek, hiszen egy elmúlt kor mindennapjait idézik fel. Mai adásunkban az ő felvételeiből válogatunk. Első kisfilmünk segítségével a Tejipari Szolgáltató Vállalat dolgozói gyűrésére látogathatunk el. A képsorokon feltűnik Katona András, Tóth Sándor, illetve Blázsik Tibor. A felvétel a visszaemlékezések alapján 1977 környékén készülhetett. My labor is no easier, but now I know I'm not alone.
Második kisfilmünk segítségével elhagyjuk Szentest, és a közeli Tömörkényre utazunk. A rövid tudósítás felidézi, hogyan nézett ki a 70-es évek végén a település és a termelőszövetkezet központi épülete. Maradunk továbbra is Tömörkényen. A kisfilm segítségével a helyi alkotmánytermelőszövetkezet hallgazdaságába látogathatunk el, ahol éppen javában zajlik a haltelepítés. There is a house in New Orleans. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. Kedves nézőink, ezzel mai adásunk végére értünk. Műsorunkban Kis Ferencnek az egykori Szentesi Amatőr Filmklub tagjának alkotásaiból láthattak összeállítást. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Karikótó Tibor és a vágó Viola István. Adásainkat visszanézhetik a Szentes Film weboldalon és YouTube csatornán. Viszontlátásra!